Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abba hagyta. Hogy a nép hangját megszólaltassuk, előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahova az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szimfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glareanus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szimfonéta csak társszerző, a féle Homérosz. A citrusfa emelestő